Hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz verseny lesz, talán az eddigi pályafutásunk alatt talán a legnehezebb. Azt érzem, hogy már a pályabeáson kiderült, hogy az autóknak lesz talán a legnagyobb feladat, hiszen sok tréningautóval gondolt, nekünk is leszakadt a motortartóbakunk, és minden olyan dolog előjött, ami egyértelmű, hogy ezek a pályák nagyon-nagyon nehezek lesznek, és nagyon sokat fog számítani az, hogy kinek mennyire lesz tartós a technikája. Nagyon meleg lesz ma is, holnap is, hát és a hétvégén pedig ilyen 34-35 fokokat mondanak, úgyhogy nem fogunk fázni, az biztos. Nagyon kemények a pályák, mindig Akropolisra, hogy csak tévéből láttunk mind a ketten. Viszont nem értettük, miért mondják azt, hogy ez az Istenek versenye, úgy hívják az Istenek futama. Hát nagyon velünk kell legyenek az Istenek, hogy itt célba érjünk gondmentesen, mert borzalmasan nagy kövek vannak az úton, az út mellett, és egy defekt aztán megpecsételheti az egész futam sorsát, vagy kimenetelét. Nagyon bízunk abban, hogy a szerencse most velünk lesz, és az autót nem kell úgy fent eloltani, mint az előző két futamon. Szeretnénk minél több pontot gyűjteni. Azt hiszem, aki itt életre halálra kezd, az valószínű, hogy hamar ki fog esni, mert tényleg annyira gyilkos pályákról beszélünk, hogy csoda, van olyan gyors, ami csoda, hogyha az autó kibír. Nagyon komoly verseny lesz ez, úgyhogy hát készülünk.
vigyáztunk az autóra, az autónak semmiben nincsen, kiegyensúlyozottan mentünk, és vagy gyorságra, kilométerre ismertük meg itt a terepet, és azért azt tudni kell, hogy két versenyt mentünk ezzel az autóval, mutatjuk, hogy két fél versenyt, úgyhogy nekem van itt még tanulni. Ez azt jelenti, hogy kb. Egy másodperccel vagyok még lassabb kilométerenként, mint a leggyorsabbak. Ami így elmondva egyáltalán nem sok, csak egy ilyen hosszú verseny végére azért itt kapjuk a másodperceket a többiektől, de abszolút elégedett vagyok. Jól mentünk, nem hibáztunk, egyszer se, egy-két túlcsúszásunk volt, folyamatosan jó irányba állítottuk az autót, és nagyon jó volt látni sok magyar zászlót egyébként, úgyhogy teljesen elégedettek vagyunk, ötödikek vagyunk abszolút a kategóriában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó teljesítmény. Ugyebár kettőből nagyon nehéz menni itt egy Akropolis Rallyn. Pont reggel gondolkodtam a rajt előtt, hogy ezt is megértem, hogy ideig eljutottam, hogy eljutottunk együtt. És ez a kettőből menés, ez nagyon nehéz. Főleg egy olyan nehéz pályán, ahol nagyon sok kanyar van egymáson, nincsenek egyenesek. Volt olyan, ami egy picit pontatlan volt az itiner, azt most a második körben csak ugyebár egy gyors volt kétszer, ma az ötödik gyorson tudtunk pontosítani, ott egy jobb időt is tudtunk menni. Néha rászóltam, hogy ne menjünk sokat keresztbe, mert a nézők ahol mindenhol tapsoltak. Nagyon jó féktávéink voltak, a nézők szaladnak szembe, akkor az jó féktávnak minősül. Valamikor a gyorsággal nem volt probléma, azt hiszem, hogy kicsit sokat mentünk keresztbe, de ezt holnapra még orvosolni fogjuk, és akkor még gyorsulunk. Az utolsó gyors, ez nagyon rosszul sikerült sajnos, de talán nem csak nekünk, sok embernek. Az első 3 kilométeren mi konkrétan nem láttunk semmit, olyan por volt, úgyhogy nem akartam igazából rizikóztatni. Egy picit vesztettünk az előnyünkből 12 másodpercet, ami nem tűnik olyan soknak, de azért 1 perc 21-re csökkent az előnyünk. Lehet, hogy picit bátrabban kellett volna mennem annak ellenére, hogy nem nagyon láttunk semmit. De hát ez van. Egyébként a mai nap az teljesen rendben volt, jól sikerült, két helyet jöttünk előre, harmadikok vagyunk a kategóriába, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény lenne, csak a holnapi 4 vagy 5 gyorságit azt hiszem, ezt még végig kell csinálni, rajtunk nem fogunk múlni, remélem az autó se.
álomvált valóra, azt gondolom. Nem mertem hinni benne, ugye két olyan versenyen vagyunk túl, ahol tele voltunk műszaki gondokkal, harmadik helyről már estünk ki. Most próbáltunk kicsit változtatni a taktikánkon, kicsit lassabban menni az elején. Persze ez nem azt jelenti, hogy a leggyorsabbaknál tudtunk volna gyorsabban menni, de még mindig a tanulói időszakban vagyunk. Nagyon jó bevált minden, tudtunk az autóra vigyázni, tudtunk, amikor kellett, tudtunk gyorsan menni, mögöttünk, magunk mögött tudtuk tartani az ellenfeleket, úgyhogy nagyon boldog vagyunk. Nagy jó volt ezeken a VB-s pályákon menni, nagyon nagy feladat volt mindkettőnk számára, és aztán az autónak a számára is, mert borzalmas nagy köveken kellett átkelnünk, meg áthaladnunk. És az autó kibírta, egy differenciálművet cseréltek ma az első kör végén, a szervizparkba. Kibírta, az kés csoda. És az volt a legjobb még, hogy nagyon sok magyar szurkolát versenyezhettünk, és mindent köszönünk nekik, mert tényleg nagy élmény volt. Ρίγες τουρά νόμπλος και καμπόρ σβήρος. Με φόρτιες τα έσδιο χιλιάδες.